Szasztok srácok, Zombi küldözök mindenkit a tegnapi agresszív rógózásunk után. Ma egy budget démonzúval készültem, úgyhogy ezzel fogunk neki menni a létrára. Érdekes benne, hogy budget adek, viszont vannak benne olyan lapok, amik ugye újak standardben, meg újak a lapkészletben, úgyhogy építenem kellett hozzám mint egy 300 dustert lapokat. Na gyertek, mutatom miről van szó. Nagyon sok lehetőségünk van arra, hogy ilyen egy-egyeket csináljunk a boardunkon. Ez a nagyon sok, ez mondjuk így legalább 3. Sőt, igazából szerintem... Igen. Mondjuk egyébként ez is jó. Ja, szóval, hogy... Az az alapstratégiánk, hogy olcsó démonokat rakunk ki a boardra, és nem annyira szeretnénk azt, hogy ezek így megmurdáljanak idő előtt. Körülbelül ez a nagy történet. És utána, hogyha ezek kint vannak a boardon, akkor ugye tudunk Infernóval buffolni, tudunk a Siegebreakerrel buffolni. Az a gond, hogy egyébként a HP-jukat nem tudjuk, csak a támadásukat, de alapvetően lehet, hogy még talán ez is jó, és akkor ugye tudunk ilyen dolgokat csinálni, mint mondjuk a... Nem tudom én, ha kint van egy Siegebreakerünk, és nem tudta az ellenfél megoldani, akkor ugye erre tud menni adott esetben egy Faceless Manipulator. Ami mondjuk fájdalmas, hogy mondjuk Hellfire-be ugye belehal az összes, nem úgy, mint régen a Demon Wrath-be. De igen, még a Demon Fire is egy ilyen plusz buffolás. A Mortal Coil-ről egyébként tudunk húzni, hogyha esetleg erre van szükségünk. De hogy ezek a lehetőségek, ami nem illik ebbe a deckbe a lista alapján, az nekem nagyon a rohadó almafa. Tehát ugye ő így abszolút kilóg a sorból, miért akarnék ötért egy 4-5 tauntot játszani, ami gyógyít rajtam. Amikor egyébként betettem volna helyette mondjuk egy Leroy-t, és akkor tudom a decknek a burst potenciáját növelni, úgyhogy nekem ez a... vannak ilyen kilógó lapok a deckből. Például a másik ilyen ugye még a Mad Summoner, ami egyébként nem teljesen hülyeség, mert hogy egy-egyes impact-kel rakja a bordot, és az impact-kel van némi szinergiánk. Ettől függetlenül nem akarunk az ellenfélnek impact-et adni, és mivel az impact-et, tehát nincs Malganisunk, amivel azt csináljuk, hogy a lényeink mondjuk nagyobbak lesznek, mint az ellenfél, tehát ugye ingyenes trade célpontokat adunk, és meg is se tudjuk használni az impact-nek a meghalását, mert ugye nem játszunk a spirittel, tehát hogy így nem teljesen értem, hogy miért jó az, hogyha tele van a bordunk vele, főleg úgy, hogyha tele van a bordunk, akkor még egy Defender of Argus se tudok rájuk játszani, vagy csak így úgy, hogyha már van kint valami lényem, amivel tudok ütni, amikor tele van a bord, és akkor úgy feltauntolom, de hogy nem teljesen értem, tehát hogy meg mivel fogom, tehát hogy Infernóval fogok egyébként takarítani, tehát hogy az még ugye egy lehetőség, de egyébként igen, tehát hogy körülbelül lesz a kombó, de hogy ez egy 9. körös kombó, most arra biztos, hogy várni akarok, én nem tudom, úgyhogy érdekes megfontolások vannak benne, de egyelőre nem érzem azt, hogy ez így bármit tudna csinálni, ugyanakkor rank flooron vagyunk, tehát hogy vagy egyébként tegnap fölmásztunk 4-re. Szerintem tegnap fölmásztunk 4-re. Akkor nem vagyunk rank flooron már, de hát próbálkozzunk vele. Valószínűleg egyébként agyon fog verni kb. Minden. Én erre számítok, de ne legyen igazam, és nyerjünk ezzel a csodálatos démonzúval. Aztán lehet, hogy ez akkora megfejtés, hogy így senki nem készül, és így mindenkit váratlanul fog érni. Mecha-Jaraxxus versus Rexxar! Let the hunt begin! You face Mecha-Jaraxxus! Az amalgamot tarthatom? Ja, mondjuk azt még... nem tudom. De csináljuk meg így. És akkor maximum a Void Analystot kirakjuk. Mhm. Tehát egy zéró darab démon van a kezünkben. De nem baj, az analista. Na most legyél midrange hunter, Lindsay. Ó, legalább valami. Lindsay, legyél mid hunter. Ne legyél meg hunter az undorító. A coin és a tap az nagyon buzis. Ugyanakkor ez van. Everyone has demons. Ilyen sense demonsnak lesz értelme a következő körben talán. Az Urzatronnak még nem, de az nem is érdekel annyira.
Ugye elvileg ő az összesnek ad. Na így ezért egy kicsit megnőttek a srácok. Három van a három. Kétszer. Tele van a keze olcsósítőfogóban. És nem tudjuk megölni. Konkrétan nem tudjuk megölni. Az a gond, hogy a trigger biztos, hogy nála van. Tehát egyet le tud ütni, egyet meg tud... Vagy hát megpróbál leütni, és egyet meg le tud triggerelni, ez még nem annyira vicces. Illetve, ha először triggerel, azt mondtam a trade, csak akkor meg ott van, hogy a 2-4-et is lesz, hogy el mindegy. Egyel tudunk ütni, nem tudom. Aha. És akkor most? És te leszelad az asztal, vagy most mi lesz? Igen, erre szemültöttem. Hát a démonjaink akár ennyit értünk. Jelsz valószínűleg el kell half-fire-ozni. Hát csak az a baj. Ha még egy manám lenne, akkor ez egy tök jó játék lenne. Csak így meg nem az. Ugye most ingyen trédje van. Szóval nem trédenek, akkor meg Inferno, csak valószínűleg van valami buffalása. Ha valami ilyesmire gondolom. Jó, egyébként ezt feladhatjuk, ezt nem nyerjük. Most az Inferno nem csinál semmit kb. A Demon Fire sem csinál semmit, de úgy ez így még talán jó. Kérdés, hogy mit csinál a barátunk, de az a baj... Ugye így most nem tudja buffolni tovább a... az Iliex-et, nyilván ha elkezd trédelni, akkor tudja. Ja, és így meg. Az Iliex meccset nyert neki. Meg a dupla Galvanizer, meg hogy így igazából mindenre volt megoldása. Ebbe a deckbe el kéne férni egy Silence-nek, amúgy. Tehát egyszerűen, amikor ekkora a lények vannak a játékban, akkor egy Silence szerintem kell. Na hát és a másik, tehát a két dologtól féltünk, a McHunter-től és a mocskos Control Warrior-tól, aki lehet Control is, Bomb is, igazából teljesen mindegy. Na mindjárt meglátjuk, hogy de első körben mi az, amit kitesz. Most a Rover jön neki, vagy csak passzol. De hát amilyen máki van, biztos, hogy a Rover-nál van. Na. Húha. Milyen meglepő. Nagyon sokat kellett gondolkodni ezen, hogy a kezében az első vagy a másodikat rakja ki. Tehát, hogy a Town Crier menjen, vagy a Rover. Nagyon nehéz volt. Everyone has demons.
Jó, három darab démon van a kezemben, tehát hogy az arra a buffolás az nem annyira rossz, mert szerintem. Ja, és ó, oh, basszus. Szexi. Jönnek az impek. Ja, az impek kimehetünk egyébként. Vagy... Csináljuk egyébként ezt. Jó. Így se rossz, és akkor az Arena Fanatic kimehet következő körben. És rárakja. Izgalmas. Mindenkinek a legnagyobb rajongója. És csak az arc, tehát hogy... Defend the gates! És hiába hellfire-öznék, így semmi értelme. Konkrétan jó, belecsaphat, és akkor még mindig nem hal meg az a szutyok. Igen, és ott... Ja, értem. Top deckből egyébként, tehát én nem volt nála, de azért feltop deckeli a majom. És kikaptunk, úgyhogy... De most meg tudom csinálni ezt. But your world is still doomed! És csávó végig azt csinálta, hogy jött arcra és jött arcra. Tehát, hogy konkrétan az új Pirate Warrior ez a bombos szutyok. Úgy, hogy egyébként minden más esélye megvan kb. Minden ellen, mert játszik minden leszedéssel, a Silence-emnek kurva anyjával. Augustus Tanzer. De, és megkapunk megint egy ilyen fos variort. Annyira várom már, hogy vége legyen ennek a szarmetának. Mindenhol mocskos variorok vannak. És az a játékuk, hogy leszedek mindent, leszedek mindent, leszedek mindent, és bombákat keverek a deckedbe. Meg a másik legrosszabb basszus, ő így fogja magát. És ő csak így... Hero power, hero power, hero power. Jó. De ne csináld már. Oké, menj ez. Erre még nem fog ábrólozni. Gondolom én. Ez zseniális. Ugye a démonjaimnak a pluszt... És meg tudjuk azt csinálni... Hogy van? Csak meg így. Valahogy így, igen. Egy démon meg egy nem démon. Most hogyha van nála
fegyver, akkor így jel. De azon mindennek már kell lenni megint. Most egy Warpass az nyilván megoldja ezt a helyzetet. Ó, nem. Jön a főnök. Ezt csináljuk. Vagy... Az a gond, hogy az Brawlra túl jó. Csináljuk meg ezt. Teplászt mindig. Most kitettem volna, az megért volna neki akár Shieldslamet, akár Brawlt, mert túl nagy fenyegetés van kint. Így azért ez inkább Warpass, mint bármi más. És nyilván az egyik szutyok éli túl. Természetesen. És nyilván jön a 7 damage. Lehet, hogy jobb lett volna a szélsőt amúgy, mert hogyha a Super Collider nála van, akkor ugye tud trade-elni. Igen. Access denied. Igen. És megy a Shield Slam. De hogy bazd meg, mindennek ott kell. Klasszikus zú életérzés. Így most nem tud Super Collider-ezni, vagy hát... Tud, csak... Jó, le tudsz szedni vele két lényt. De ami rossz, hogy egyetlen démonom van kint, tehát semmit nem érek vele kávé. Ez amúgy nem rossz. Az így. Mert ugye kiteszel, és az összes impet megöli. Király. A második Inferno is kiment, úgyhogy nem tudom, hogy... Miért vagy ekkora tető? De most egyébként tényleg erre a három lényre ki kellett játszani. És úgy, hogy execute. Tehát 33% volt arra, hogy ez sikerüljön. Összejött neki. Király. Dögölj meg konkrétan. Teljesen mindegy, hogy mit csinálok. Tökre mindegy. Most lehetett volna Sense Demonozni is, mert hogy láttam a Hero Power-ét ugyebár, de semmi értelme. Semmi értelme úgy, hogy mindent megold. Most ugyanezt megcsinálom, akkor leidézi a kibaszott mikrorobotjait. Tehát egy... Mocskos, rohadt varjának. Föl kéne venni a srácot és megírni neki, hogy édes anyádat keresd meg hajnalban. Na, még egy varrior, hogy szép napom legyen. Mekkel Jaraxxus!
sosem csal a matchmaking. Tehát játszok egy board alapú deckkel, és a legrosszabb matchupot kapom, ami mindent megold, ami boardról játszik. Ilyen meglepő. És akkor ingyen trédje van, és nekem kell trédelni, mint az állatoknak. Azért, hogy a mechére ne tegyen rá semmi mást. És ott a Piper, nem tudom kirakni a Dublin Gimp. Háromért 4-4 az olyan nagyon sokat nem csinál. Vagy azt mondom, hogy Coin Piper-t az nagyon szar. Mert a Piper mégis egy 4-3-3. Ó, hát és ő még dragonos is még hozzá. Nagyon ügyes. Ez amúgy jobban tetszik a formát. Főleg mondjuk a Faceless Manipulatorra a buffolás az, ami nagyon hasznos. Mennyire játszunk bele a brawlba? Ez a nagy kérdés. Tudjuk nem belejátszani amúgy, tehát ez a baj. És vár, mint az állat, aztán egyszer csak kiadjak róla. Na? Itt a Shield Slam, igen. Ó. Oh. Csináljuk már meg ezt. Lefész lesz ezem az almafát? Csak nem. Tudtuk. Almata marad. Jó. Na. Az alma fogja lehozni a meccset a végén még. Amúgy nem fogja. Shieldbox, Shield Slam nem játszik, mert ugye manából nem fér ki. Light the fuses! Ügyes vagy. Jár a csoki. Everyone has demons. Csináljunk már meg ezt. My shield for Argus. Keep away. This is awesome. Valahogy így. Jó, egyébként kettő démon van összesen a kezembe, tehát úgy csinálnak, mintha hatalmas hadseregem lenne, de nincs. Ugyanakkor meg valószínűleg a 10. körös, sőt a 9. körös infernus metszumoneres kombót azért csak megcsináljuk, nem? Ilyetre számítottunk. De inkább most használja el, mint később. Csak
akkor ez most csak simán a Piper. Igen. Come dance to my song. Igen. Valahogy így. És akkor ez a következő körön meg tud történni, amiről beszéltem. Amúgy, hogyha lenne egy Leroyom, akkor itt az el lehetne gondolkodni azon, hogy ez letál közeli. Az nagyon jó. Na, ki mondd ezt valami? Oké. Láttunk két Borkligert kimenni. Úgyhogy szerintem akkor itt most ezt megcsináljuk. Van nála még egy Warpath, vagy van nála még egy Brawl, akkor sírunk. Jó. Mondtam, hogy sérülékeny ez a deck. Sense Demons. Ezt kiváló mellett ugye shield... Nem tudja még shield slamezni. Jó, hát erre nem fog brawlozni. Ha meg nem brawlozik rá, akkor kimegy a Siege. Gondolom ez biztos. Gondolom ez is biztos. Valahogy így. Ennél jobb ötletem most hirtelen nem volt. Taunton éppen át tud jönni, mert nyilván van Silence-e. Na hát és akkor így konkrétan a Dr. Boom nyeri meg neki a meccset, meg ugye a Hero Power, mert hogy egyből a 7 armort kapja, és nyilván rásol minden, ami jön az egyes szükségből, tehát van full trade-je. Így van. És megint nem tudunk nyerni. Az király, mert ugye azzal a teljes asztalmat le tudja szedni. Zseniális. Igen, tehát konkrétan azzal, hogy execute-olni le tudja az 5-8-at. És ugye Hero Power-ba elintézi a 2-1-1-est. Köszönöm szépen Blizzard, hogy az, hogy játszunk egy Budget Zoo-val, azt megint sikerült elbaszni és kihozni a lehető legrosszabb ellenfeleket. Tényleg. És ez is ugye azért van, mert a matchmaking ugye nyilván nem veszi soha figyelem, hogy milyen deckkel játszom. Természetesen. Na hát, akkor ezt a Budget Demon Zoo-t szerintem nem ajánlom senkinek, vagy hát olyanoknak, akik szeretnének kísérletezni, és ki akarják próbálni, hogy hány csillagot tudnak veszteni egységnyi idő alatt. Hát ennyi lett volna most ez a Budget Demon Zoo, én örülök, hogy megnéztétek, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!